Nagy szeretettel üdvözöllek! Miért is van szükséged e-bookra? Ugye az első és legfontosabb, hogy neked szükséges, hogy legyen egy listaépítő stratégiád, hiszen az egyik legnagyobb érték a te vállalkozásodban az az érdeklődőidet és a vevőidet tartalmazó címlistád. Erre pedig az embereknek valahogyan föl kell kerülniük, és az egyik ilyen klasszikus módszer az az, hogy mondjuk írsz egy e-bookot, egyébként készíthetsz egy esettanulmányt, csinálhatsz valamilyen checklistád, valamilyen segéd vagy egyéb segédanyagot, tesztet, quiz, stb. De én azt mondom, hogy szerintem a leginkább klasszikus módszer az e-booknak a megírása, és hogyha írsz egy e-bookot, akkor azt nagyon jól tudod alkalmazni feliratkozó csaliként. Elsősorban azért, mert egy e-booknak vélelmezett értéke azért 1-2000 forint környékén mozog, és egy ilyen 1-2000 forintos ajándékot azért mindenki szeretne megkapni. Nos, miért is érdemes e-bookot írnod? Egyrészt tehát a feliratkoztatásért, másrészt pedig, hogy vevőt edukálsz, tehát hogy amikor ugye valaki csatlakozik a listádhoz érdeklődőként, akkor még nem csinált mást, mint hogy megadta a saját adatait, illetve valamennyi figyelmet is fordított rád. És nyilván az e-bookkal azt a folyamatot kell elindítanod, aminek a végén ő vevővé válik. Nyilván ehhez szüksége van még több bizalomra, szüksége van még több problématudatra, tehát az e-booknál egy konkrét problémát oldasz meg, valamilyen tünetet enyhítesz, és talán azt is kommunikálod, hogy a tünet enyhítésével nem tudtad megoldani feltétlenül a problémát hosszú távon, hanem csak egy picit elmulasztottad a fájdalmát. Hogyha sikert ér el, hogyha tényleg úgy érzi, hogy célba ért veled, vagy valamilyen lépést sikerült együtt megtennetek, akkor nagyobb az esélye arra, hogy majd vissza fog jönni, és igénybe veszi a további szolgáltatásaidat, termékeidet. Azonban ugye az e-booknál, ami egy nagyon jó lehetőség, az, hogy ugye én könyv szakértő, vagy könyv marketinges vagyok, és a könyvírással nagyon sokat foglalkoztam, és amiért nagyon szeretem az e-bookot, az, hogy az e-booknak is ugyanúgy megvan az íve, mint egy könyvnek. Tehát, hogyha megírsz egy e-bookot, azon is gondolkodni kell, föl kell építeni, olyan világos felépítése van, az elején van egy felvezetés, utána maga a tanítás, a végén pedig egy levezetés, egy összefoglalás. Tehát, hogy ezeknek a könyvben is, de az e-bookban is úgymond benne kell lenniük. És azt gondolom, hogy ha te szakértő akarsz lenni, akkor e-bookkal érdemes rendelkezned. Miért? Azért, mert erre, hogyha tényleg egy jól tudod megfogalmazni magát a célt, az ígéretet, a címet, annak az átalakulását, hogy miért is olvassa el a te anyagodat, akkor garantálom azt, hogy rengetegen fognak csatlakozni hozzá, rengetegen fognak feliratkozni a listádra, és onnantól a következő feladat nyilván az lesz, hogy majd eljuttasd őket vevőkig, de az majd a következő lépés, és azzal nem biztos, hogy most kell foglalkoznom. Viszont egy szakértőnek folyamatosan dolgoznia kell azon, hogy újabb emberek csatlakozzanak a listájához. Ahogyan ezt korábban is hangsúlyoztam, hogy kell lennie nyilván egy cash flow stratégiádnak, ami biztosítja a mindennapi megélést, vagy a megélhetést, és aztán pedig egy növekedési stratégiának, amivel pedig folyamatosan egyre több emberre egyre pozitívabb hatást tudsz gyakorolni. És nyilván akkor, amikor a listát építed, akkor inkább az utóbbinak, vagy a birtokában, az utóbbin dolgozol. Úgyhogy azt javaslom, hogy mindenképpen kezdj el gondolkodni, hogy e-bookot írj. Hogyha nem tudod elkezdeni, vagy nem tudsz úgymond, nem tudod leküzdeni ezt a gátat, akkor pedig ajánlom figyelmedbe egyébként a bizalomépítő mesterkurzust, de nem azért vettem föl ezt a videót, és nem azért mondom ezt a reggeli frissítőt, hogy feltétlenül promotáljam számodra ezt a tanfolyamot, bár amit mindenképpen meg akarok említeni, hogy nagyon nagy büszkeségem, hogy az előző csoportból öten is megírták az e-bookjukat, és mindegyiknél nyilván egy kicsit érdemes majd átdolgozni, de mind az öt el fogja azt érni, hogy ezzel nagyon sokan fognak majd hozzájuk csatlakozni, és azokból pedig a később újabb vevők, újabb rajongók válhatnak majd. Köszönöm, hogy velem voltál. Innen folytatjuk.